Szerintem Gelenó fogja tudni, hogy miről beszélek, amikor azt mondom, hogy meglementünk kocsival ma a retróba kajálni. Akkora rántott csirke mellett kaptam, hogy így lelógott a tálcáról, és nem ugye a tányérról. Az a Piltover az mi az a szar? Hogy nem kapunk augmentet, hanem csak egy complete item envilt. Na hát ez... Nehogy megvan meneld. Jaj! Még csuklok is. Ja, szóval... Ja, érdekes módon nagyon ritkán szoktam mostanság ez a tipikus rántott hús körettel, típusú étel, vagy étel választáshoz folyamodni. Most ugye azt tetszett, és így na, nem is bántam meg. Jó kis kovászos uborkával, kukoricás rizssel, egy kis paradicsomleves, mi a fenével, betűtésztával, ahogy az szokás. Jó volt. So strange, they scream. Meg tón von jó. Holnap meg valószínűleg pizzát rendelünk kocsival. This is very exciting. Darkness gathers on the others. Na jó, ezzel a Rek'Sai-jel nem tudom, akarok-e valamit kezdeni. Jaja, kiváló menü. Az a helyzet, hogy ez a retro-nak nevezett vagy becézett kajálda itt a környékemen, ez irdatlan jó áron, hatalmas adagokat és nagyon finom házias jellegű kajálat ad. Welcome back, Hulk! Ez eddig úgy néz ki, mint hogyha... Tehát megint egy Challenger game lesz? Nem kéne ennyire erőltessem a Challengereket, de... Még egy darab... Garambieldhez szükséges dolgot nem kaptunk. Majdnem most már van hozzá egy darab. Ó, kapsz a munkahelyet a nevédet? Az mondjuk nem rossz. Igen, Freljord. Csináljunk egy Aphelios-t. Tudjátok mit? Ez se rossz. De marad ez. Megjátsszuk az Aphelios-t. Az mi kell? Szóval. Aha. Ja, mert nem nagyon tudsz elszabadulni meló közben. És amúgy korrekt a kaja, amit ott kaptak? Na, az mondjuk tényleg egy nagy előny. Nálunk az a vicces, hogyha én mondjuk bemegyek az irodába, és ott onnan dolgozok, akkor a mi épületünkben nincsen egyáltalán kajáda. Van két épülettel arrébb egy ilyen kantin, de hát elég csóró szegény. Még a végén szembe jön egy Garenfield megint. Mayhaps. Bezeket. Jaj, ki is dobom. Csinálunk egy ilyet. Háromfajta menüből, vagy háromfajta kaja, vagy háromfajta menü, vagy egy menü, de háromfajta, vagy valami ilyesmi. Ja. Nekünk is voltak ilyesmik. De mindig, szóval amit akartam mondani, hogy ott van az a kantin, de hogy az így meh. Viszont a környéken szó szerint minden kettőkor bezár. Annyira az irodistákra van ki hegyezve minden,
abban a pillanatban, hogy a irodáknak a fő műsoridős ebéd ideje lejár, abban a pillanatban így hup, semmi nincs nyitva. Tehát, hogy az égvilágon semmi. Múltkor találtam egy burgerest, ami esetleg nyitva van, mint 3-ig. De onnantól kezdve semmi. Attól a pillanattól kezdve, hogy én... I love Demacia. It's the only place I've been. Megpróbálok nem is tudom elmenni kajálni 3-kor, fél 3-kor, ilyesmi. Szinte sehol nem kapok kaját. Azt mondja, hogy annak is van lehetőség kaját lenni, de sajnos olyan kicsi adagok, hogy nem érik meg azt az 1000 forintot napi szinten. Hát akkor levonják a bért. Hát igen, van különbség. Ja. Igen, hogyha ha nem éri meg neked az a fajta kaja, vagy az a mennyiségű kaja, vagy ilyesmi, akkor aztán tényleg nincs sok értelme levonatni a pénzedből. A félfogadra se elég, meg ilyenek. Na. Ezt nagyon kikapom, sajnos. Illetve gyenge kezdésem van. Gyenge kezdés után erős visszaesés. Viszont legalább hamarabb fogok tudni választani. Többek között azt. Aztok. Low action. Kiváló. Látok, plusz. Nálunk semmi ilyen nincsen, mondjuk legalább na, szép kártyára kapok pénzt, van most néztem meg, hogy még van azért egy egész korrekt mennyiségű pénzem ahhoz képest. Így mióta összevonták az alszámlákat, így hirtelen... dől alé. Az a kérdés. Mit akarok ezzel csinálni? Mi lenne, hogyha... ő kapna egy ilyet. Mert ezek most akkor tökéletes... mi az? Dolog. Szóval tökéletes... a failures item. Amit azt hiszem meg is fogok játszani, amint tudok. A Katarinát valaki lője már meg azt. Tehát, hogy így hagyták, hogy háromszor körből ugorjanak. Csináltam miattunk egy meleg szendvicset. Hag meg rakott krumpli. Nem Hagnál rakott krumpli, hanem Zolinál rakott krumpli. Gyerekek, szivattok itt engem, én már baromi éhes vagyok. Let's start the show. Na jó. Bajok lesznek. Nem tudod rakott krumplit megunni? Hát, én sem. Az az egyik olyan kaja, amit tényleg végtelen mennyiségben tudnék enni. A paprikás krumplit én is meguntam, a krumplis tésztával még úgy oké vagyok. Amit én nagyon meguntam, az a... mondjad már, hogy hívják. Csirkepaprikás, pedig nagyon szerettem, de annyira meguntam, hogy nem tudom. Ti is szokott lenni? Milyen helyen dolgozol te, Jézus Isten? Ez egy nagyon jó, jól megfogott munkahely akkor. Igen, én is így voltam régen, Geli, hogy a csirkepaprikást minden mennyiségben, de aztán így... Elfogyott a lendület, és most már annyira nem. Viszont, amit én nem tudok megunni, és tényleg végtelen mennyiségben tudom kajálni, az a lecsó. Egyszerű gyerek vagyok, na. És igen, Zoli, tényleg úgy néz ki, mintha megbecsülnék a dolgozókat. Nem egy rossz történet. Geli nem ismerte még ilyet, ja? Hát, na. Milyen, hogy...
fade and be gone. Ahogy, ahogy. Ez itt kérem háromféle the die. Az meg két teljesen felesleges tír. Te se láttál még olyat? Én már igen. Bevallom őszintén, nálunk egész jó ilyen téren a helyzet. Ki kapja meg? Ki kapja meg, amit kapjon meg? Ő kapjon egy ilyet, mert miért, ne? Még így se állt át, így se áll át elitbe. Meg is panaszkodj ilyen kaják után, nem, úgy simán lehet, hogy más aspektusból meg borzasztó a meló. Sajnos ezt tapasztaltam én is olyat, amikor nagyon-nagyon sok szempontból nagyon jó volt. Mostan is ilyen, hogy nagyon jó a csapatom, nagyon jó a céges kultúra, korrekt a fizetni, és mit tudom én, csak a munkamennyiség és a munkához való hozzáállás, tehát ez a nem azt mondom, hogy elvárják, hogy túlórázzak, csak egyszerűen másképp nem történik meg jó minden. Heal 10% of the damage they dealt, all natural, nem érdekes, nem érdekes. There will be peace in the Freljord. I will forge it. Most ennyi elég volt a loose streakbe, mit szóltok hozzá? Mondom, hogy lerollolok valamiért, de nem tudok miért, mert nem jön semmi. Na jó. Argont felvesszük, Ioniát felvesszük. Így már nem olyan rossz. Legalább valami történik. Azt mondja, hogy ahogy látod a főnöködet, teszed a dolgod és kész. Az nem rossz. Gerit meg tényleg nem baszogatják, mióta hazaküldték őket home office-ba. Hát na. Egyébként ez is egy pozitívum tud lenni, de aztán valamikor meg negatívum, mert nekünk is az volt, amikor hazaküldtek minket, még az előző csapatomban hazaküldtek minket home office-ra, ugye Covid kezdetével. Onnantól kezdve így nem hallottunk semmit a vezetőség felől, ami valamikor jó, valamikor pedig aztán nem tudsz mit kezdeni, mert egyszerűen nem kapsz supportot. Sajnos gyakori eset volt. Értek mit? Akit. Megcsináljuk így. Kap egy. Ilyet. Nem kell a demácia. Ott a Targon, ott a Bastion, ott a Dedai. Lesz egy kis damázs. Lesz egy kis CC. Úgy. Mindjárt megnézem, hogy... Ja, ez... Ionia, Demácia... Ja, ő én vagyok? Nem? Nem. Demácia, Targon, Invoker, Deadeye, Freljord, Bastion... Aha, na ő megy arra a buildra, amit én szeretnék még. Ő Shadow Isles, Bastion, körülbelül ugyanazt csinálja, mint az én előző meccsem, ő egy Noxus. Targon, Invoker... Na, az a card. Ez a kard, az például anyukád. Hát... Jó. Akkor nem. ja. Szóval egyébként így a munka és munkahely dologra visszatérve... Én úgy érzem, hogy nagyon sok cég rájött azért így a Covid meg egyebek környékén, hogy kicsit jobban kell bánnia az embereivel. Opa! Random úrkot. Nem fogok panaszkodni egy random úrkotra. 4 dedáj.
Még az, hogy minden egyes szintű kivéve ez egy darab S, az... not ideal. Mit jolóka? Jolóka nyalóka van. Hetes lustrik, nem? Jó. Go for it. Úgy. Végre megszakadt a lustrik. Jaj. Jep, ez nem itt keresik. Ha már. Legyen kövér. Ilyesmi. Összerakadnék egy Hand of Justice, de nem biztos, hogy az ideális item. Úgy. szeretem azt az emotot. Jó, következő körben kapunk egy marék itemet remélhetőleg. Hogy level 6-os vagyok. Még szinte semmim nincsen két csillagos. Semmi. Sehol semmi. Tudjátok mit? Csak szlemmelem azt a hodzsot. Nézd meg, neki még már ott van a Aphelios. Amennyi már a pékbe, Mr. Aphelios? Itt a frontline-omról. Igazán szomorú. Lassabban ment volna a stream. Volt minimális dropped frame-em valahol. Most nézem. Lehet, hogy történt valami. De mi? Minden nominális. Érem. Úgyhogy megy a Steam-em és elkezdett volna letölteni valamit. Citrix-et bezárjuk. Nem látom, hogy menne bármi, ami befolyásolna. Na mindegy. Most maradjunk már egy kicsit ott, hogy nyerjünk is. Akkor rollolok egy picit, mert muszáj lesz. Ah! Arik! Megmentőm. Hát ugye szolgáltató? Na, net sebességemben se volt dip, pedig nézem. Hopp, nézd már, ő is a fél azt játszik. Ki nem? Na nem baj. Megvertük attól még. Hát is elment a felbontás. Megint volt egy kis frame drop. Mi történik itt? Volt valami net píkelésem. Windows akar telepíteni valamit? Vagy mi vagy? Targon Blessing Active. Hú, az jó lesz. Nagyon jó lesz. Targon Blessing, legyenek gyorsabbak a unitjaink, amíg targonálunk. Hát ez igen csak szomorkás, itt a hangulatom máma. Na, mondjad a technikai kérdést, hát ha tudok segíteni. Nem garantálom. Na, annak ott az Aphelios 2. A Team Walker 3 target. Baj. Your message was not sent because you are sending messages too quickly. Igen, szokott ilyet csinálni. Ez Twitch oldali dolog és nem lehet kikapcsolni. Csak ezzel próbál spamelésre... tehát a spamelést nem megengedni a Twitch. Nem tudok beszélni szavak. Gyors és gépjárásból ötöst? Valahogy úgy, pontosan. De mi az Isten?
utolsó helyen vagyok, srácok, úgy, hogy egyébként egy nagyon erős buildem van. Csak baszik jönni az egy darab egység, amire szükségem van. Morcos vagyok. Tíz ujjal nyomod? Én ússza még lábujjaimmal is besegítek néha. Nem úgy. Istenem. Muszáj valaminek történnie itt, mert különben megbaszódunk, mind meghalunk. Ott tanultad is? Érdekes, én sosem tanultam a tízujjas gépelést egyébként. De... mégis egész jól megy, mondjuk. Nem feltétlenül szabályosan, de gyorsan. Na, kikapok. Nem is kicsit kapok ki. Ánusz rózsa. Skeleton's hand! Nice. De amikor több ujjamat akarnál felhasználni, mint öt, akkor mindent is sikerül leütned. Hát, így jár az ember néha. Arra kell. Hello? Doktor üzemeltető nevű szakmában volt ilyen órád? Nekem sajnos nem volt ilyenem. Érdekes módon még itt a középsorúban infóórán se tanítottak gyors gépelni, és így nézett a tanárom, hogy te hogy gépelsz ilyen gyorsan. Hát mondom, nem így kéne. Na mindegy, érdekes volt. Jó kiszáradt a szám. Demacia must lead by example. There will be peace in the Freljord. I will forge it. Nézzetek, hogy nem kapom. Nem kapom, és baj lesz. Ja. Baj lesz. Young boomer vagy. Hát, figyelj. Technikai én is. Annyira nem boomer, de hogy... Valaki ölje már meg azokat a carry-ket a hátsó sorokban? Thank you. De mindenki visszahível mindent is. És most fog kiesni 8-ként, hát... Beszarok. Majdnem tökéletes itemek, majdnem tökéletes egység, és az egy darab kibaszott a fél, azt nem jött be. Bocsánat. Úgy kell, mint a sas, körözöl egy párat a bilényzőt fel, és lecsapsz az ujja. A doki, akinél voltam a múlt héten. Héten? Ez a héten. Az így csinálta. Azt mondja, az lőj már nagypapi hátra. Ja, tényleg mondtad, hogy valami unokázás van. Hát ez igazán szomorú befejezése volt ennek a meccsnek. Meg valószínűleg a streamnek is mindenki este 10 van, én pedig a sokkalja megbeszélésből irdatlanul éhes lettem. Hát, ezzel el is vesztettük az összes rohadék pontunkat, amink volt. 0 LP-n vagyok, plat 1-en. Szomorú.